Sokat készült Siklós önkormányzata idén is március 15-ére, hogy a járványügyi előírások betartásával méltóképpen emlékezzenek meg a forradalom hőseiről. Nemzeti színű lobogócsomaggal keresték fel az intézményeket, hogy a város egységes képet mutasson az ünnep alkalmával. A március 15-i koszorúzást pedig a szabályok betartásával a siklósi várkápolnában tartották. Minden ilyen eseményen megjelennek a civil szervezeteink, a hagyományőrzőink, és próbáljuk ezt úgy összeszervezni, hogy mindenki megtalálja a helyét ebben az emelkedett ünnepségben. És most is azzal készültünk, hogy ha és amennyiben lehetőséget ad az időjárás erre, akkor természetesen a huszárainkkal és a hagyományőrzőinkkel együtt egy kis flashmob keretében próbáltuk volna jobban felöltöztetni, illetve élményt adni a közterületeinken a siklósiaknak. Sajnos az időjárás ezt nem tette lehetővé, ezért most szűk körben itt velünk együtt koszorúztak a hagyományőrzőink is és a civil szervezetek is. Az ünnepségen az önkormányzat képviselői, a várkapitány és a hagyományőrző egyesületek tagjai egyenként koszorúztak és hajtottak fejet gróf Battyányi Kázmér síremléke előtt, aki baranyai főispánként és kormánybiztosként megerősítette Baranya vármegye határvédelmét, és a Szemere kormány tagjaként Magyarország első külügyminisztere volt. Próbáltuk figyelembe véve az előírásokat, a szabályokat betartva, egy olyan idősávban megünnepelni március 15-ét, hogy ne legyen nagy csoportosulás, tehát gyakorlatilag 10 órától 2 óráig a várkapitány úr közreműködésével, illetve a vármenedzsmentjének a közreműködésével a siklósi vár nyitva van, és nyilván előre regisztrált módon szépen sorban érkeznek azok, akik szeretnék március 15-ével lerúni tiszteletüket, kegyeletüket, emlékezni szeretnének, és egyébként elhelyezni a koszorút a siklósi várkápolnájában. Az önkormányzat a város intézményeivel közösen virtuális térbe költöztette az ünnepséget, és egy 15 perces videóüzenetben szólt a lakossághoz március 15-e alkalmából.